Mire végére jártam a szaknyelvi azonosításnak, addig tovább maradt megszakítás nélkül a tűzőnapon, mint amennyit a szervezete el tudott volna viselni. Mészöly Miklós ezen a területen állt tanyájában írt műveinek felolvasásával és gitárszóval nyílt meg hivatalosan a Mészöly Tanya Szekszárdi Alkotóháza. A helyi önkormányzat, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Képviselői és a Mészöly Száz Emlékév szervezői többek között ezen épület átadásával és az ide szervezett rendezvényekkel emlékeznek meg a 100 évvel ezelőtt Szekszárdon született Kossuth Díjas magyar íróról. Dicső Zsolt, a PAD Irodalmi Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke felidézte, milyen út vezetett az épület felújításához. 22 évvel ezelőtt Jankovics Zoltán barátommal gondoltunk egyet, és kijöttünk megnézni, hogy milyen állapotban van a Mészöly Tanya. Hát siralmas volt, és akkor döntöttünk, hogy megrohamozzuk az önkormányzatot, hogy valami történjen ez ügyben. A szekszárdi önkormányzat nem sokkal később megvásárolta a területet, majd a Kulturális Egyesület egy alkotóház létrehozását javasolta, forrást azonban csak évekkel később sikerült hozzányerni egy top pályázaton. A 35 millió forintos támogatásnak és a helyi vállalkozóknak köszönhetően végül 2020 őszén jött létre az alkotóház. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere ezen társadalmi összefogás jelentőségét emelte ki. Összefogással jött létre, civil szervezetek, önkormányzatok, és hát természetesen aki ebbe bele tudott tenni valamit, az mindenki összefogott. A 100 évvel ezelőtt született író neves művei születtek ebben az épületben, amiről több relikvia, többek között Mészöly írógépe is árulkodik, Taszkárosi Endre, a Mészöly Miklós Egyesület ügyvezető alelnöke. Saját bevallása szerint is az Atléta halála című regényét és a Saulust, amelyek mindkettő a legfontosabbak között való, de pusztán ezen a tényen túlmenően az ő számára is ez egy olyan pont volt, ahol, mint itt idézi is a kiállítás, hogy sűrített pannónia, hogy ő ezt a porkolábbölgyi mikrotájat egy sűrített pannóniának tekintetett. Az épülethez 150 méternyi utat is építettek, így az alkotóház könnyedén megközelíthetővé vált a domb tetejéről az érdeklődők számára.